Köszöntöm a kedves nézőket, ez a MOB utánpótlás magazinja, én Lipcsei Betta vagyok. A következő fél órában lesz szó a többi között kosárlabdáról, vívásról és birkózásról is. Kezdjük egy vidám hangulatú beszámolóval, melynek főszereplői 16 éves lányok, mindannyian a törekvés csapatának kosárlabdázói. Próbáljunk meg igazságosnak lenni, jó? Vagy testvériesnek, ahogy megy. Ben alakult meg a kosárlabda szakosztály, mi csak lány utánpótlással foglalkozunk a délpesti régióban. 2008-ig volt egy nagy első szakaszunk itt Délpesten, amikor egész NB1-ig neveltük fel a játékosainkat, utána Amerikában mentek, NB1-be játszottak, és onnantól kezdve elkezdtünk egy iskolai programot. 12 iskolában vagyunk itt Délpesten, a Pesterzsébeten, Soroksáron és Pest-Szentlőrincen. Itt kezdik el a testnevelők toborozni a játékosokat a számunkra, és aztán a Törökfóris Általános Iskola Soroksáron az a központunk. Most már nagyon-nagyon régóta nagyon jó kapcsolatunk van az igazgatóval, az iskolával és a többi területi iskolával is szerencsére, úgyhogy rengeteg játékosunk van, több mint 150 leigazolt versenyzővel rendelkezünk. Az országban mondjuk a legjobb 10 utánpótlás nevelő klub közé tartozunk a női vonalon, talán így lehet meghatározni. Dobógépet fogunk most bemutatni. Kira megmutatja nekünk, hogy hogyan kell használni ezt a dobógépet. Én általános suliba, a Kastélyi Általános Iskolába jártam, és ott volt egy törekvés kiírva a kosárlabdának, és nagyon szimpatikus volt, és kipróbáltam, és a válogatottba bekerültem, és ide jöttem. De, hogy már válogatott is. Igen, nálunk úgy volt, hogy ilyen minden egyes sulitból volt 5-5 ember, aki jött, és aki szimpatikus volt, legtöbbet dobta, ügyes, az be a csütörtökönként válogatott, és oda bekerült, aztán bekerült a törekvésbe. Nem vagyunk félénkek, csak hát egyenfollóban vagyunk aztán. Már többször nyilatkoztunk együtt az Age of Hope alapítványnál, és ezért ismét ketten jöttünk. Honnan kerültetek ide a klubhoz például, Lili? Én egy másik csapatnál kezdtem, és utána jártunk a Törpilla, vagyis én jártam a Törpilla kupára, és akkor kért meg Krisztián bácsi, hogy jöjjek ide át játszani. Még sok van ahhoz, hogy komoly legyek, de igyekszek ahhoz, hogy híres legyek, és benne legyek az U16-os válogatottban. A sportoló nem szeretnék lenni, viszont sportpszichológus szeretnék lenni, úgyhogy mindenféleképpen a sporttal szeretnék én elhelyezkedni és tovább menni. És magácska? Hát én igyekszem minél tovább a sporttal foglalkozni, nagyon fontos a sport számomra, és hát minél tovább eljutni ezzel a sporttal. Nagyon nehéz a dolog, ugyanis mi nem vagyunk NB1-es klub, tehát nem vagyunk az NB1 a legmagasabb osztálynak a részesei, csak utánpótlást nevelünk, így előbb-utóbb mindig szemet vetnek a legügyesebb játékosainkra, és el is viszik őket egy idő után. Tehát nagyon nehéz nekünk tovább épülni magasabb korosztályba, de talán nem is ez a cél, hiszen nem kell mindenkinek a legmagasabb osztályban szerepelni. Így mi alapvetően utánpótlást nevelő egyesületként funkcionálunk, és ezt is szeretnénk megtartani hosszú távon. Ha egyszer eljutunk odáig, hogy lesz annyi játékosunk és olyan minőségben, akkor a második vonalba, az NB1-be nagyon szívesen elindulunk majd. Ez idő és még munka kérdése még. Én vagyok, hajrá, ti vagytok a törekvés. 2-3. Hajrá! Törekvés! Ja. E könnyed hangulatú riport után jöjjön egy komolyabb interjú. Légrádi Szabó Gábor minden idők egyik leghíresebb magyar kenusával, Vihman Tamással beszélgetett, nem elsősorban saját sportágáról.
Kevés ember van a világon, akire annyira felnézhetnek a fiatalok, ahogyan Wichmann Tamásra. A hajdani kenu király 10-szer volt világbajnok, mindezt úgy, hogy gyermekkorában egy súlyos balesete volt, amelyből csak a sport tudta kigyógyítani. Előbb az ökölvívással próbálkozott, majd áttért a kenura. A 10 VB címe mellé 37 magyar bajnoki győzelmet is szerzett. Nyilvánvalóan az első és legfontosabb talán az, hogy minden ember, minden gyermek akármilyen helyzetű is mozogjon, sportoljon. De mitől lesz valaki bajnok? Mi a különbség? Igen, ez nem csak, hogy is mondjam, elfelejtették a régről, a grundok elmaradtak, és a többi. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog az, hogy a gyerekek befelé zárkóznak, hogy egy saját kis világot alakítanak ki, és a mozgás, valamint a megpróbáltatások, azok a próbatételek elmaradnak, a fizikai, elsősorban a fizikai próbatételek, és ez veszélyes. Tehát veszélyes úgy az egészségére, veszélyes a mentalitására. Nagyon szerencsés dolog az, amikor együtt vannak a gyerekek, független attól, hogy szingár, vékony, vagy egy kicsit teltebb. Wichmann Tamás szerint ezek a közösségek azért is fontosak a bajnokká válás felé, mert a gyerekek, és jelen esetben mindegy, hogy milyen sportágról van szó, egymást ösztönzik. Akinek nem egyedül kell küzdenie, annak nem csak a teljesítmény elérése a cél, hanem a sport és a játék a többiekkel. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkiből bajnok lesz, de az ilyen sportközösségekből sokkal könnyebben nőhetnek ki a bajnokok. Legyenek azok kajakosok, ökölvívók, vagy éppen atléták. Wichmann Tamás a jövőben is szeretné segíteni ezt a tevékenységet. Nagyon sok próbálkozás van, nem csak a mi oldalunkról, hanem hát hála Istennek a szövetségek és egyéb más szervezetek részéről is. És hát aztán, hogy ebből hogy alakul ki, hogy valakiből versenyző lesz, és mondjuk a bajnoki cím eléréséhez elegendő tudást, energiát és egyéb képességet tud felhalmozni, hát az már az életnek a salva, borsa és ajándéka. Hát azt viszont meg most az utóbbi időben azt már nagyon megbecsüljük. A kenu legenda vágyainak egy része minden esetre már valóra vált. Egy 2016-os felmérés szerint ugyanis Magyarországon a korábbi 260 ezerről 350 ezerre nőtt az igazolt sportolók száma. Ez persze még csak egy állomás a kitűzött cél, vagyis a félmillió igazolt versenyző felé. Folytassuk birkózással. Az egyik legsikeresebb magyar utánpótlás nevelő egyesület ebben a sportágban az SMTK. A szakosztály több versenyzője is sikerrel szerepelt a főiskolai és egyetemi világbajnokságon, amely néhány nappal ezelőtt ért véget. Meglátogattuk őket. Egy darabig azt hittük, hogy csak a mi kedvünkért kezdett el egymással birkózni az SMTK két nagyszerű fiatalja, de nem. Máskor is előfordul, hogy a klub egyik legjobb női versenyzője a srácokkal edz. Ahogy látják, nem hagyja magát. A közelmúltban amúgy mindketten bizonyítottak a nemzetközi porondon, konkrétan a főiskolai világbajnokságon. Sakkozni fogunk, vagy mi ez? Kérdezem Pétert, mi ez a doboz, mi van benne? Hát ez az egyetemi világbajnokságról szerzett aranyérmem. Meg is mutatom. A szőnyegen is ilyen halkszavú, csendes kimért vagy? Nem, ott próbálom összeszedni minden erőmet és agresszívan nekiugrani az ellenfélnek. Hol volt a verseny, mit kell tudni róla? Könnyen nyertél? Kint volt Törökországban, Csórum nevezetű városban. Hát elég messze van ugye a civilizációtól. Elég erős mezőny volt, de sikerült fejben elég összeszedni magamat és jó eredményt szerezni. Pétert egy játékra is felkértük, mégpedig arra, hogy mutassa meg, milyen kemény, birkózza le kamerástól az operatőrünket. Megtette, de azért vigyázott is rá. A forgatás egyébként az SMTK minden igényt kielégítő csarnokában volt, több száz gyereket nevelnek itt.
Arra, hogy hogyan jött létre ez a fantasztikus utánpótlás bázis, még visszatérünk egy későbbi adásunkban. Most viszont jöjjön az elején mutatott kettős női tagja, aki ezüstérmet hozott a törökországi főiskolai világbajnokságról. Két bátyám kezdett el birkózni, és követtem őket. Eleinte csak lejártam edzésekre játszani, és hát ott ragadtam, megtetszett ez a sport. Nagyon sokat voltam sérült, most szerencsére ezek a sérülések elkerülnek. Kaptam egy nagyon jó edzőt, egy ukrán származású edzőt, Kostyát, és vele dolgozunk, és hát most egyelőre ez a decemberi nem olimpiai súlyok világbajnoksága, ez most a cél. Ugye mindig kisebb, rövidebb távú célokat tűzök ki magam elé, hogy azért megmaradjon a motiváció. Hogy mi az erőssége a birkózó lánynak, azt már a klub alapítójától és elnökétől kérdeztük, mégpedig azért, mert ha valaki, ő tényleg mindenkiről minden tud, aki megfordult ezek között a falak között. Magyaródon kezdett el birkózni, tehát egy magyaródi nevelésű leányzó. Hozzánk 3 éve került Gabriella. Ügyes, látunk benne fantáziát. Hála Istennek szabadfogású birkózóról beszélünk, hiszen a nőknél szabadfogás van. Van egy nagyon jó edzőnk, egy külföldi edzőnk, Kostyának hívják. Ő kezdett vele elfoglalkozni, és egyre jobban fejlődik, és nagyon-nagyon szép eredményeket ért el. Az elnök később azt is elmondta nekünk, hogy a klub mindössze 10 esztendős, így aztán természetesen olimpiai bajnokuk még nem lehet. A még szót külön kihangsúlyozta, hiszen ahogy fogalmazott, nagyon szeretné, hogyha ez a helyzet hamarosan megváltozna. Most rövid szünet következik, a reklám után pedig folytatjuk a MOB utánpótlás magazinját. Maradjanak velünk!